migránsok erőszakossága egyre nő. Három napja már éjszaka automata fegyverekből lőttek a közös szerb-magyar járőr egységekre. Ez a migránsok átlépték a Rubikont, ilyen körülmények között Magyarország nem teljesítheti a brüsszeli bürokraták követeléseit. Brüsszel ugyanis azt követeli, hogy ezeket a migránsokat engedjük be Magyarországra. Azt követeli, hogy hozzunk létre több ezer, sőt több tízezer ember számára migráns tábort, migráns gettót Magyarországon. Sőt, ne csak a határainkat, ostromlókat fogadjuk be, hanem hozzunk még ide migránsokat más európai országokból is. Azokat akarják ránk kényszeríteni, akiktől ma védjük a déli határt. Azokat, akik erőszakkal, fegyverrel támadnak a határvédő magyar egyenruhásokra. Ez olyan őrült gondolat, amit józan ésszel nem is tudunk felfogni. Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, volt szó tőke vagy áruk szabad áramlásáról, meg az európaiak szabad utazásáról. A szerződésünkben egyetlen szó sincs migránsok kötelező befogadásáról, migráns kvótáról vagy migráns gettókról, ilyesmit utólag sem fogadhatunk el. Végén Magyarország és Lengyelország tiltakozása ellenére áterőltettek egy új migrációs paktumot. Most szeptember van, és nyilvánvaló, hogy a paktum már megbukott. A tengeri útvonalon érkezők Lampedusa szigetén már valóságos inváziós hadsereg benyomását keltik. Az ősz nehéz lesz, mert a brüsszeliek még a jövő évi európai választások előtt le akarják nyomni a torkunkon a migráns paktumot.